ezekkel a betűkkel. És a végén már hát egy arzenálja van a magyar szavaknak. Amikor meg a zsénél befejeztük, akkor minden magyar szót le tud írni. És természetesen élvezi is. És maga az az élmény, azért gondoljuk el ezt, az, hogy én napról napra gazdagabb leszek. Szóval ez az, ami továbbé van nem igényel semmiféle serkentőszert, hogy na Pistikém, azért innen gyerünk már, hát várom, hogy írd már, de nem kell várni. Tehát ő tényleg érzékeli azt, hogy többet tud ma, mint tegnap. Most egy ehhez kapcsolódik, de ez nem annyira újdonság, hogy van Móra Ferencnek egy Zengő ABC című verse. Hát ezt úgy szokták tanítani, inkább csak kényelem szeretetből, mert ez egy jó ismétlésnek. Tehát itt úgy kapcsolódik be a tananyagba, hogy mindig egy-két új betűnek a megtanulása, betű család megtanulása után, mikor egy ilyen egységnek vége van, akkor az addigi vers sorokat tanulják meg. Tehát ezt most nem fogom fölmondani, valaha tudtam kívülről, mert annyit fújtuk ott benn, de most már nem Aranyalma, Ághegyen, tudom én, Bari vég az Ölgyepen, és itt tovább, és itt tovább. Tehát lehetőleg sokszor ismétli ezt a ilyen alliteráció szerűen azt a betűt, amelynek éppen a sor megfelel, és ilyen módon, hát az egész másképp tanulja, ez már csak a berögzést segíti elő. Szóval az, hogy ő már büszke arra, hogy 5 sort végig tud mondani ebből, és ezt aztán egész év végéig ezt az 5 sort mindig mondja, csak utána 6-at is hozzá, vagy 7-et és 8-at, és így tovább. Tehát így folyamatosan veszi birtokba. Most hasonlítsuk el össze ezt, mint élményt, azzal, hogy egyszer megtanítjuk azt a büdös kölyköt erre a 6 versre. Érthető? Tehát ez egy teljesen más élmény. Ez a folyamatos gazdagodásnak az élménye. Na, azért kell időnként puskáznom, mert bizony nagyon sokat vállaltunk a mai napra, és szeretném már is végezni. Tehát a nyelvében él a nemzet, anyanyelv, és igen, hát a mondai történelem. Jó. Na most betűvetés és képírás, és utána jöhet csak a történelem. Hát itt ígértem, hogy azért néhány szót a másra hangzó kategóriákról is kell beszélnünk. Tehát ezzel a betűkészlettel, amit most megtanultunk értelmezni, a kapcsolatot az évkörhöz megtaláltuk, az évkörhöz, illetve a hétbolygórendszerhez, ezzel én nem tudok képírást gyakorolni. Tehát ez és a képírás az két merőben különböző dolog. Na most ezt könnyű kijelenteni, de nagyon nehezen szokták megérteni. Tehát erre azt mondják, hogy jó, akkor ne ezt a latinbetűírást tanítsa, hanem tanítsa a székely rovást, és az majd képírás. Ez nem igaz, nem képírás. A székely rovásírás, akár szkítának nevezem, akár magyarnak, akár székelynek, az ugyanolyan betűírás, mint a latinbetűs írás. A kezdeteinél valószínű, tehát ezt mondjuk már bizonyos biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy az is mással hangzó jelölő írás volt, de nem több. Tehát a jelek mennyiségéből egyértelműen következik, hogy bizony itt minden hangnak volt jele. Tehát ez azt jelenti, hogy bizony 20-as nagyságrendben voltak a jelek, tehát ezzel ilyen mennyiségű, egymástól különböző alakú jellel nem lehet a világot közvetlenül körbeírni. Tessék megpróbálni egyszer. Tehát ez azt jelenti, hogy ennél sokkal egyszerűbbnek kellett lenni annak a jelkészletnek, amellyel valóban bármilyen kicsi vagy bármilyen nagy tárgyat, élőlényt valóban úgy lehetett körbeírni, hogy az nem tűnt mesterkérdnek, hanem úgy tűnt, mintha az tényleg annak a tárgynak, élőlénynek a körvonala lenne. Na most ahhoz nem lehet túlbonyolítani a jeleket, mert hogyha én mondjuk ezt leírom, ezzel én már nem tudok bármit körbe rajzolni. Túl konkrét a jel. Ezzel még elvileg sok mindent körbe tudok rajzolni, hiszen az előbb is körbe rajzoltam egy kör, hogy mondjam, kerületet, és akkor kaptam egy margarétát. Tehát sok mindent, de hogyha én ezt mondjuk így folytatom,
és akkor itt megismétlem, és akkor itt ezt így csinálom, itt meg így, és akkor még egy kicsit így, hát akkor maradt a jel, és úgy illeszkedik bele egy nagyobb jelegyüttesbe, hogy hát ha szerencsém van, felismerik, hogy ez egy macska, ha nem, akkor nem. De minden esetre úgy illeszkedik bele, hogy nem kellett a jelen magán változtatni. Tehát be tud épülni. De az európai írások jelenleg nem ilyen jelekkel dolgoznak. Ez a nagyon elenyésző kisebbsége a jeleknek, amiket még így be lehet építeni egy bonyolultabb, élő vagy élettelen formába. Az arab írásjelek valamivel elasztikusabbak, de abban meg annyiféle van, hogy éppen ezért borzasztó nehéz erőltetés nélkül bármilyen lénytípusnak a körvonalába belehelyezni őket. Tehát nyilvánvalóan van egy olyan minimum, amit meg kell találni, tehát egy olyan formakészlet, amelynél nem lehet tovább bonyolítani, mert különben csak vagy ironikusan, tehát karikatúraszerűen, vagy erőltetetten lehet velük körbeírni bármilyen minőséget. Na most nem fogom levezetni, mert annyi időm nincsen, de megtalálható a Jó Pásztorok Hagyatéka című könyv második függelékében, és ez teljes egészében beépült a Hazatalálásnak a vastagabb kötetébe. Tehát ezt az egész levezetést ott nagy részletességgel lehet tanulmányozni. Ennek a lényege a következő: hangkategóriákat jeleltek. És itt egy kedves kollega a szünetben elmondta, hogy ő jelfelismeréssel foglalkozik, és hogy mennyire nehéz a beszélt nyelvben megkülönböztetni az egyes mással hangzókat. Tehát mintegy vitatkozva azzal, amit az első menetben mondtam, hogy hát a mással hangzó az állandó, tehát az a váza a beszédnek, az a statikus váza, mert hát szóval a mással hangzó írások is ezért csak a mással hangzókat jelzik, de a hangzás szempontjából bizonyít elég sok változás van. De erre szoktam példának felhozni a saját nevemet, hogy ez például kimondhatatlan. Bármilyen furcsa, én nem tudom kimondani a nevemet. Mert a szókezdő mással hangzó, az akár akarom, akár nem, attól, hogy szókezdő, automatikusan zöngésedik. Tehát már eleve nem lehet kimondani a T-t, a P-t és így tovább, mert automatikusan zöngésedik. Ez azt jelenti, hogy már a második P-t is zöngésíti. Különösen akkor, ha azután meg zöngés hanggal kezdődő szó jön. Hát a G betű az, mint ismeretes zöngés, tehát a második P-t is magához hasonlítja. És ki sem merem mondani, hogy mi lesz itt a nevemből. Tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos tólégon belül a beszélt nyelv tényleg nem használ mással hangzókat, hanem csak mással hangzó kategóriákat, vagy bokrokat. És azon belül, hogyha mondjuk egy hát budakeszi kedves kolléga fog beszélni, hát az eleve már putakeszt mond. Putakesz, ott lakom én, ott adjuk a tejet, tehem meg én. Hát ezt ismerjük nyilván.